Kínába látogatott a Dunajvárosi Egyetem vezetése annak érdekében, hogy tovább erősítse együttműködését az ottani felsőoktatási intézményekkel. Jelenleg a Dunajvárosi Egyetem több mint 60 külföldi egyetemmel működik együtt. Az Erasmus ösztöndíjprogram keretében egyre nő a Dunajvárosi intézményt választó hallgatók száma. A külföldi hallgatók zöme Kínából érkezik hozzánk. A Szecsuáni Informatikai Szakképzési Főiskola kimagaslóan fontosnak tartja a nemzetközi tehetségek gondozását. Így most egy egyezményt írtak alá a közelmúltban, amelynek értelmében a Dunajvárosi Egyetemnek már délnyugat kínai irodája is van a pekingi mellett. Én azt gondolom, hogy mivel egyedül bennünket márkáznak ezen az egyetemen, nagyjából 100 000 hallgatójuk van, nagyon bizakodóak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a jövőben, hogy ez nem azonnal, hanem mondjuk 2-3 év múlva hány hallgató jelenik meg nálunk erről a területről. A Hope Educational Group a második helyet foglalja el a legnagyobb külföldi hallgatókat toborzó irodák sorában Kínában. Jelenleg 8 felsőoktatási intézményben több mint 73 000 hallgató folytatja tanulmányait a Hope Education Groupnak köszönhetően. Olyan jellegű képzése, együttműködésekben gondolkodunk a jövőben, például ezzel a Chengdu-i intézménnyel is, amelynek az lenne a lényege, hogy 2 évet tanul a hallgató Kínában, és utána jön ide a Dunajvárosi Egyetemre, itt fejezi be a tanulmányait, nyilván itt össze kell hangolni a tanterveket, és azt követően pedig bízunk benne, hogy vagy egy másik magyarországi intézménybe, vagy nálunk, annak a függvényében milyen szakra jön tanul tovább mesterképzésen, de akár Európán belül, vagy visszamenve Kínába is. Ebben az irodában egyfajta toborzó munkát végeznek majd, a Dunajvárosi Egyetem képzési lehetőségeiről, a különféle ösztöndíjrendszerekről tájékoztatják az érdeklődőket. Így a remények szerint még több külföldi hallgató fog tanulni a mi egyetemünkön.